Szeretettel köszöntjük Önöket a képernyő között a mai kormányinfon. A tegnapi napon a kormány egy Európai Uniós és egy rendes kormányülést is tartott. Itt természetesen, ahogy mostanában mindig részletesen áttekintette a kormány a járványügyi helyzetet is. Ezzel kapcsolatos legfontosabb döntésekről, tudnivalókról Gulyás Gergely miniszter úr számol be Önöknek. Köszönöm szépen, és tisztelettel köszöntök mindenkit, aki követi a kormányinfót. Európában és Magyarországon is a koronavírus járvány továbbra is a legfontosabb, szinte egyetlen megoldandó politikai kérdés, minden más ehhez képest háttérbe szorul. Ennek megfelelően a kormány is tegnap a magyarországi koronavírus helyzettel foglalkozott. Eddig most már november 11-e óta változatlan formában vannak hatályban azok a korlátozások, amelyek korlátozzák a mindennapi életet, és amelyek megakadályozták azt, hogy Magyarországon a második hullám felfutása olyan mértékben váljon tömegessé, hogy azt az egészségügy ne tudja kezelni. Az, hogy ezt sikerült megakadályozni, az mindenféleképpen egy nagy eredmény. Köszönhető annak, hogy az emberek nagyon nagy többsége ezeket a szabályokat betartotta, amiért innen is szeretnék köszönetet mondani. Azt reméljük, hogy a korlátozások utolsó időszakában vagyunk, az azonban továbbra sem vitás, hogy addig indokolt a korlátozásokat fenntartani, amíg a járványügyi szakértőknek ez a véleménye, és azért indítottunk egy nemzeti konzultációt, hogy milyen formában és milyen ütemezésben történjen majd meg az intézkedések feloldása. Most azonban a járványügyi szakértők véleménye teljesen egyértelmű. A harmadik hullám elérte Magyarországot. Minden előrejelzés szerint a következő 1-2 hétben a számok romlani fognak, egyes előrejelzések szerint drámaian romlani fognak. Megjelent Magyarországon is számtalan mutánsa a vírusnak. Az egyetlen jó hír ezzel kapcsolatosan az, hogy az eddig ismert mutáns vírusok mindegyike ellen a Magyarországon beadható oltások hatékony védelmet jelentenek, ugyanakkor ezek a vírusok lényegesen gyorsabban terjednek, ezért a fertőzés is el fog gyorsulni, és minden előjelzés azt mutatja, hogy a következő 2 hét kifejezetten nehéz lesz. Ebben a helyzetben tehát mind a járványügyi szakértők, mint pedig az operatív törzs tagjai azt javasolták a kormánynak, hogy a korlátozásokat hosszabbítsuk meg és tartsuk fenn. Ennek megfelelő döntést hozott a tegnap ülésén a kormány. Március 15-éig a kormány a jelenlegi szabályokat változatlan formában fenntartja. Tudjuk, hogy november 11-e óta nehéz ezzel a helyzettel együtt élni. Azzal, hogy az oltások tömegessé válnak Magyarországon, jó esély van arra, hogy valóban a végső, utolsó szakaszában legyünk a jelenlegi korlátozásoknak, és ezeknek a feloldása néhány hét, vagy akár egy hónap múlva, de megtörténhessen. Attól függően, hogy a nemzeti konzultáció milyen döntések születnek, fog a kormány az enyhítésekkel egyidejűleg döntést hozni arról, hogy az oltási igazolvány mire jogosítson, hogy egyébként ütemezetten, vagy pedig egy ütemben szüntessük majd meg a korlátozásokat. Ezért innen is szeretnék mindenkit biztatni arra, hogy töltse ki a nemzeti konzultáció kérdőívét. Ha azt teljesen egyértelműen látjuk, és ma minden szakember egyetért benne, hogy a korlátozások fokozatos enyhítéséhez akkor jutunk a legközelebb, hogyha minél többen beoltatják magukat. Nálunk áll rendelkezésre a legtöbb fajta oltóanyag a legnagyobb számban az Európai Unió tagállamai közül. Az oltások folyamata a következő 2 hétben felgyorsul. Ezen a héten és a jövő héten több embert tudunk majd beoltani, mint amennyit eddig összesen beoltottunk Magyarországon. Abban sincsen vita, valamennyi mértékadó, politikailag nem elkötelezett szakértő között, hogy a jó oltás az, amit beadtak. Jól látható az is, hogy sajnos még ezen a területen is folyik egy politikai küzdelem. A baloldali pártok nem csupán a rendkívüli jogrend meghosszabbításához nem járultak hozzá, hanem az oltási
akciótervet is kritizálják, sőt általánosságban sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy a baloldali pártok oltásellenesek, különösen élesen a legerősebb és legnagyobb baloldali párt az, ami oltásellenes. Ennek nem lehet más oka, mint hogy úgy gondolják, hogy ha a járvány elhúzódik, akkor a hatalom megszerzésére jobb esélyük van. A kormány meggyőződése, hogy a hatalmi kérdések egy világjárvány időszakában másodlagosak, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a vírust megakadályozzuk, és ennek semmilyen más eszköze nincs, mint az oltás. Az elmúlt hetek legszomorúbb közéleti fejleményei közé tartozik, hogy baloldali polgármesterek tömegesen hívnak fel a magyar hatóságok által engedélyezett és megvizsgált oltóanyagok bojkottjára. Ezt a magatartást elfogadhatatlannak, tarthatatlannak tartjuk, még egy ennél kevésbé súlyos vírus esetén is az ország érdekeivel ellentétes lenne, de most viszont emberi életeket tesz kockára az, aki ez egyébként hatékony, a védettséget nyújtó oltóanyagok be vetett hitet ássa alá. A kormány meggyőződése, hogy minden oltóanyag jó, az emberek életét csak és kizárólag az oltás tudja megvédeni. Aki a magyar hatóságok által megvizsgált és engedélyezett oltóanyagokkal szemben kétséget ébreszt, az ember életeket tesz kockára. Nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy ma különösen Gyurcsány Ferenc és pártja, és a baloldalnak az a része, ami ezt a magatartást folytatja, emberek életével játszik. Közel 2,5 millióan regisztráltak, egész pontosan 2.460.000 regisztráltak eddig az oltásra. Azt szeretnénk, hogyha ez a szám növekedne. Tudjuk azt, hogy sokan azért nem regisztráltak, mert eddig úgy gondolták, hogy ők nem tartoznak azokba a korosztályokba, azokba a korcsoportokba, akiket az oltás hamar elérhet, vagy akik hamar sorra kerülhetnek az oltási rend szerint. Azt szeretnénk kérni, hogy most, amikor fel fog gyorsulni az oltásoknak a beadása, akkor mindenki, aki úgy gondolja, hogy az önkéntesség ellenére szeretne oltást kapni, az jelentkezzen, regisztráljon. A járványügyi konzultáció, nemzeti konzultáció kapcsán is az a jó hír áll rendelkezésünkre, hogy egy hét alatt az online konzultációt több mint 425.000-en töltötték ki. Március közepéig lehet kitölteni a konzultációt, ennek ismeretében tud a kormány a mostani meghosszabbított korlátozó intézkedések lejártakor dönteni arról, hogy milyen formában oldja fel az intézkedéseket, milyen formában kezdődik meg a könnyítés, vagy ha szükséges fenntartani, akkor amikor majd dönthetünk az enyhítésről, akkor milyen jogosítványokat biztosítsunk azoknak, akik már beoltottak, illetve milyen formában, milyen intézkedésekkel történjen meg az enyhítés. A gazdaságról kivételesen csak röviden szeretnék beszélni, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy a vírus elleni küzdelem és az emberi életek védelme után rögtön az emberi élet minőségének a védelme áll, és ez pedig nagyban függ a magyar gazdaság teljesítményétől. A bértámogatásokat is fenntartja a kormány, és valamennyi olyan intézkedést, amellyel a gazdaság újraindítását próbáljuk elősegíteni. A bértámogatásoknál korábban, mint egy hónappal ezelőtt arról voltam kénytelen beszámolni, hogy voltak fennakadások. Most azt tudom mondani, hogy ezeken túl vagyunk. Azzal, hogy a kormány az előlegfizetést a bértámogatások tekintetében lehetővé tette, szinte napra készen tudjuk kifizetni a megítélt támogatásokat. Most 1.300.000.000 forintnyi igény az, ami beérkezett, ebből már megítéltek a kormányhivatalok 39.300.000.000 forintot, és ki is fizettek 39.000.000.000 forintot, tehát jól látszik az adatokból, hogy a bértámogatásokat továbbra is napra készen tudjuk teljesíteni. Azt reméljük, hogy a következő időszakban az Európai Unióból bennünket megillető pénzekkel kapcsolatos pályázati kiírások, a magyar költségvetésből teljesített gazdaságélénkítő támogatások hozzá fognak járulni ahhoz, hogy az első negyed év után, ami a korlátozások miatt kifejezetten nehéz, a második negyed évben, 21 második negyed évében kirobbanó gazdasági növekedésnek indulhasson az ország, akkor már számolhatunk arra,
hogy a szolgáltató szektor is részben helyreáll. Azt reméljük, hogy egy nehéz időszak után Magyarország ugyanazt a pályát tudja folytatni, amelyet 2011 és 2020 februárja között, a koronavírus járvány kitörése között folytathatott. Vissza tudunk térni a növekedéshez, vissza tudunk térni ahhoz az időszakhoz, amikor nem egyre kevesebb, hanem egyre több munkahely közül választhatnak azok, akik munkát vállalnak, és azt is nagyon reméljük, hogy a következő hónapokban ez már valóság lesz. Egy éve van velünk a koronavírus járvány, egy éve vagyunk kénytelenek változó módon, de elszenvedni azokat a korlátozásokat, amelyeket minden országban, így Magyarországon is bevezettünk, és azt reméljük, hogy most már ennek utolsó szakaszában vagyunk. Még egy erőfeszítésre van szükség a harmadik hullámnak a legyűréséhez, de a harmadik hullám legyűréséhez már olyan eszköz is rendelkezésre áll, ami az első, illetve a második hullám időszakában még nem állt rendelkezésre, ez pedig az oltás. Ezért ismételten arra szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy az oltás önkéntes és ingyenes, de a kormány mindenkit arra biztat, hogy regisztráljon és vegyen részt az oltásban, adassa be magának a koronavírus elleni oltóanyagot. Köszönöm szépen. És akkor jöjjenek a kérdések. Itt egy kis pontosítással kezdeném, hiszen a Kormányinfo az mindig az újságírói kérdések, a média képviselőinek a terepe a kérdésekre. Viszont, hogyha akár egy európai parlamenti képviselő, akár bármelyik más magyar ember szeretne kérdezni, akkor ezekre nyitva áll a Kormányinfo Plusz. A Magyar Nemzet kérdései következnek. Elmozdítják-e Stummer Jánost az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának jobbikos elnökét posztjáról azután, hogy bejelentette, minősített adatot tárt a nyilvánosság elé, majd azt a hamis hírt kezdte terjeszteni, hogy titkosítva Orbán Viktor számára épülnek külön bejáró a Puskás arénához. Nehéz eldönteni, hogy melyik a súlyosabb, az, hogy valaki álhírt terjeszt, hogy ezzel egyébként titkos adatot sért meg. Hozzáteszem, az ügyben egyébként legfeljebb azzal tudom a képviselő urat, bizottsági elnök urat megvédeni, hogy semmi olyan nincs, ami feltétlenül titkos kellene, hogy legyen. A helyzet ugyanis az, hogy annak idején a Puskás Aréna eleve úgy kapta meg a működési engedélyt, hogy azt egy idő után fél év elteltével felül kell vizsgálni. Az, hogy autóval is el lehessen jutni a Puskás Arénába, az elsősorban a gyalogosok biztonsága miatt szükséges. Most ugyanis az történik, hogy le kell zárni ott a gyalogos forgalmat, ahol az autók közelítik meg a Puskás Arénát, és ez nem feltétlenül magyar véletvezetők miatt van, hanem a magyarországi labdarúgó mérkőzésekre, különösen a Puskás Arénában tartandó labdarúgó mérkőzésekre nemzetközi állami és sportvezetők érkeznek, akiknek a bejutását az arénába biztosítani kell. A terv mögött ez áll, tehát semmi olyan titkosság nincsen, és semmi olyan valótlan vád sem megalapozott, amit a képviselő úr hangoztatott, ami egyébként a nyilvánosság előtt titkosítandó lenne, ezért ezt mi nem tartjuk indokoltnak. Az az érzésünk, hogy a baloldali vált Jobbik pártelnökének balesetéről akarták csak elterelni a figyelmet. Kétségkívül az egy elég súlyos botrány, még a botrányok szempontjából sok mindenre ma már immunissá vált magyar politikában is, hogy a Jobbik elnökének a sofőrje a Jobbik egyik választókerületi elnöke, és a Jobbik egyik választókerületi elnöke, aki a sofőrje is, pedig egyértelműen náci múlttal rendelkezik, és ez az elmúlt évekre is kiterjedően igaz. Nem hiszem, hogy az államtitoksértéssel az ilyen jellegű botrányokat szabad felülírni. Orbán Viktor azt mondta, megkezdődhet a védekezés irányítóinak oltása is, ami őt is érintheti majd. Kik vannak ebben a körben, és melyik vakcinával oltják majd őket? Távolabbról kezdem a válaszadást. Amikor az oltóanyagok érkezéséről már volt információ, ugye december utolsó napjában érkezett az első oltóanyag, akkor ugye az oltási rendnél meg kellett határozni azt, hogy a védekezést irányító személyek, operatív törzs tagjai, kormány tagjai mikor kapják az oltást. És nagyon sok ország van, ahol elsőként kapták, például sokan láthatták, hiszen sajtónyilvános volt, mondjuk az izraeli miniszterelnök elsőként kapta meg az oltást, több ország is ezt választotta. A magyar kormány véleménye és a magyar miniszterelnök véleménye az volt, hogy semmiféleképpen nem akar a sorban elölállni,
Ezért a tiszti főorvos asszonyt is kérte, hogy úgy tegyen javaslatot az oltási rendnek a megállapítására, hogy a kormány tagjai, beleértve a miniszterelnököt is, ne legyenek semmiképpen elől, még akkor sem, hogyha egyébként nyilván az, hogy akik az oltási munkálatokat, illetve a koronavírus járvány elleni védekezésre összefüggő feladatokat irányítják, illetve ellátják, ők védettek legyenek, ehhez fűződik közérdek. De ezt ennek ellenére nem akartuk. A helyzet az, hogy a tiszti főorvos asszony jelezte, hogy már több alkalommal, hogy indokoltnak látja a védekezést irányító személyeknek az oltását. Erre most már, amikor tömegesen vagy tömegesebben áll rendelkezésre oltóanyag, van mód és lehetőség. Ezért várhatóan a jövő héten a miniszterelnök is meg fogja kapni az oltást. Ő előre jelezte egyébként, hogy ha van rá mód, akkor a kínai vakcinából szeretne kapni. A DK képviselője Arató Gergely kihasználva a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló parlamenti vitát azt állította a parlamentben, hogy nincs szabad vakcinaválasztás, és visszasorolják azokat, akik nem kérnek a keleti vakcinából. Mi a véleményük erről? Hát az, hogy tényszerűen nem igaz. Tehát világosan elmondtuk, hogy önkéntes és ingyenes az oltás, az önkéntességben természetesen az is benne van, hogy mindenki eldöntheti, hogy a rendelkezésre álló vakcinából kére vagy sem. Sajnos ma az még nem biztosítható, döntően egyébként az Európai Unió által beszerzett vakcinák szállítási lassúságának, hogy mindenki vakcinák közül választhasson. Ezért a gyakorlat életszerűen az, hogy amikor valaki sorra kerül, akkor közlik, hogy milyen vakcina van. Ha ezt elfogadja, akkor azzal oltják be, ha nem, akkor amikor lesz olyan vakcina, amivel ő is beoltatná magát, akkor ismételten sorra kerül. Tehát senkit nem sorolnak ezért hátra, hátrébb sorolják, hiszen nyilván akkor azt az oltást azok kapják meg, akik nem válogatnak az oltóanyagok között. Még egyszer szeretném jelezni, minden Magyarországon elérhető oltóanyagot a magyar hatóságok megvizsgáltak. Nem csupán engedélyezik a vakcinát, hanem amikor megérkezik az oltóanyag, akkor külön megvizsgálják, és ezt követően a magyar állam teljes felelősségével áll a mögött, hogy ezek az oltóanyagok megbízhatóak és hatékony védelmet jelentenek a koronavírussal szemben. Tegnap Orbán Viktor a videójában azt mondta, hogy az egészségügyi tudományos tanács óvatosan, de elutasította a nyitást és a korlátozások elmozdítását. Van-e arra mégis esély, hogy abban a formában beinduljon a vendéglátás és a belföldi turizmus, valamint az edzőtermek, hogy akik már megkapták az oltást, igénybe vehessék ezeket a szolgáltatásokat? Ma március 15-éig látunk előre. Azt követően természetesen mi is szeretnénk, hogyha az említett szolgáltatások elérhetőek lennének, attól függ, hogy mi történik március 15-éig. Matematikusok, virológusok, orvosprofesszorok, is konzultált az elmúlt napokban a miniszterelnök, és az ő egyértelmű véleményük és előrejelzésük az volt, hogy annak köszönhetően, hogy a koronavírus brit mutánsa gyorsabban terjed, ezért a következő 1-2 hétben rossz vagy nagyon rossz számokat fogunk látni Magyarországon. Gyorsul a fertőzés, többen fogják megkapni, többen kerülnek kórházba, és többen lesznek lélegeztetőgépen is. Azt reméljük, hogy azzal, hogy az első oltást már mint egy 500 000 ember megkapta, és ők a legveszélyeztetettebb korosztályba tartoznak, ezért talán a elhalálozások száma nem fog olyan mértékben nőni. De a következő 2 hétről nem tudunk jót mondani, ezért a március 15-e utáni helyzetről pedig csak a számok ismeretében tudunk dönteni. A cél az az, hogy mielőbb mindenki nyithasson, és hogyha nyitunk, akkor nyilván a szolgáltatóipar különböző területeinek éttermeket, szállodákat ideértve a nyitása az első közé fog tartozni. Az ATV kérdése jönnek. Húsvétkor április 3-án, 4-én lehet-e már locsolkodni, vendégségbe menni? Március 15-e előtt meghozza a kormány a döntést a fokozatos enyhítésekről, lehet-e már nemzeti ünnepen nagygyűlést rendezni? Értelemszerűen csak az előző válaszomat tudom megismételni. Ma március 15-éig látunk, addig a jelenlegi szabályok fennmaradnak. Ráadásul, hogyha az enyhítések majd elindulnak, akkor is szerintem a nagy tömegrendezvények, koncertek, gyűlések, azok az utolsó körbe tartoznak, ott csak akkor szabad enyhíteni, hogyha már valóban az oltottság mértéke elérte a társadalmi immunitást.
Müller Cecília szerdán azt mondta, hogy enyhítésre csak a védőoltások után lesz lehetőség. Mi a határ, mennyi beoltott? Van-e értelme fenntartani a korlátozásokat, ha már beoltották a veszélyeztetett korosztályt, a 60 fölötti időseket és a krónikus betegeket? Ők 1.756.000-en vannak. Az én ismereteim szerint a 60 év fölöttiek közel 3 millióan vannak Magyarországon. És hogyha hozzáveszem azt is, hogy még körülbelül van néhány százezer ember, aki 60 évnél fiatalabb, de olyan betegségben szenved, ami különösen veszélyeztetetté teszi koronavírus járvány időszakában, akkor több mint 3 millió ember oltásáról beszélünk. Nyilván 100% nem fogja igénybe venni az oltást, de azt reméljük, hogy ebben a körben akár 80-90%-ot is elérhetjük. Tehát 2,5-3 millió oltást kell ahhoz beadni, hogy az a korosztály, a magyar társadalomnak azok a tagjai, akik életükben is fenyegetettek a koronavírus járvány miatt, ők védettek legyenek. Egyelőre itt nem tartunk, 500 000 oltásnál tartunk, mondom, ez nagyon fel fog gyorsulni, reméljük, hogy nagyon hamar az 1 milliót, 1,2 milliót is el fogjuk érni, de ez még nem az a szám, ahol teljes védettségről beszélhetünk. Természetesen, hogyha a veszélyeztetett korosztály, illetve a veszélyeztetett személyek megkapják az oltást, akkor radikális enyhítése van lehetőség. Miniszter úr, melyik korlátozáson enyhítene elsőként szíve szerint? Hát, szinte bármelyiken. Nyilván a kijárási korlátozás az, ami elsők között szab keret az életnek, és valószínűleg a kijárási korlátozás az, amit majd elsők között kell enyhíteni, én ezzel egyetértek. A védettség igazolványt mikor kezdik osztani? A karanténon és az esti kijárási korlátozáson kívül mire jogosít a kártya? Március 1-től fogják megkapni postán a védettségi igazolványt azok, akiket már korábban beoltottak, vagy a védettség egyéb okokból korábbi megbetegedés miatt fennáll. És ezt követően pedig dönteni kell majd arról, bizonyos értelemben fordított időrendben ezt nem vitatom, hogy mire lesz jogosult az, aki a kártyával rendelkezik. Pillanatnyilag azt tudja igazolni, hogy ő védett, ezért rávonatkozóan a karantén szabályokat szerintem minden további nélkül fel lehet oldani. Tehát nem kell karanténba menni annak, aki egyébként védett. Hogy ehhez még milyen plusz jogosultságok társulnak, ezt meg fogjuk látni, életszerűen kell elgondolni. Tehát senki nem akar olyan ember és ember között különbséget tenni, csak helyzetből adódó, tehát a különbségtétel akkor alkotmányos, hogyha nem önkényes. Ebben az esetben az akkor nem önkényes, hogyha nyilvánvaló, hogy azt vesszük figyelembe, hogy aki be van oltva, az nem fertőzhet meg másokat. Ezáltal nem jelent kockázatot, hogyha valahova megy, vagy hogyha mondjuk 8 óránál tovább van az utcán. De nincs ilyen döntés, tehát nem akarom megelőlegezni a döntést. A nemzeti konzultációban éppen ezért kérdeztük meg azt, hogy mi az, amit az emberek elfogadhatónak tartanak. Akinek erről véleménye van, azt arra kérjük, hogy ossza meg velünk a véleményét, töltse ki a nemzeti konzultációt, és a nemzeti konzultáció eredményeinek ismeretében fog a kormány arról dönteni, hogy az oltási igazolvány pontosan milyen jogosultságokat biztosít. A karantén aluli felmentés az egyetlen, amit biztosan lehet mondani. Miniszter úr, kormányszóvivő asszony is a Sinopharm vakcinát választja, vagy milyen oltást szeretnének? Én bármelyik vakcinának örülök, amit megkapok, bár már ott tartanánk, hogy beadathatnám magamnak. Megígérem, hogy nem fogok válogatni, tehát ami jut azon az oltóponton, ahova behívnak. Támogatja-e a kormány részéről, hogy elhalasszák a március 1-i határidőt? Az egészségügyi dolgozóknak, orvosoknak, ápolóknak hétfőig kell aláírniuk az új szerződésüket. Támogatja-e a kormány, hogy ők ügyeletben ne csak az alapbérük 70-90%-át kapják meg, és hogy az ügyelet után pihenőnapot is kifizessék nekik, hiszen emiatt tiltakoznak az egészségügyi dolgozók a Magyar Orvosi Kamara szerint, illetve van-e előzetes információjuk arról, hogy az orvosok, ápolók hány százaléka eshet ki az állami egészségügyből, mert nem írják alá a szerződéseket március 1-ig? Az ügyelettel összefüggő kérdések kell foglalkozott a tegnapi ülésén a kormány. Ráadásul az országos kórház főigazgatót is meghallgatta a kormányülésen a kormány. Azt tudjuk mondani, hogy ügyeletnél szabad mandátumot adott a kormány az országos kórház főigazgatóságnak azzal, hogy
Természetesen tudjuk, hogy a korábbi egészségügyi szolgálati törvény mellett milyen ügyeleti szabályok voltak, azonban nem feltétlenül gondoljuk úgy, hogy pontosan ugyanezt kell követni. Tehát nem hiszem, hogy minden egyes szakterületen az ügyeletnek azonos órabérrel kell, hogy járjon. Nyilvánvaló, hogy mondjuk egy traumatológiai ügyelet az rendkívüli megterhelést jelent, nem minden területen van ez így, de szabad felhatalmazást adtunk arra az Országos Kórház Főigazgatóságnak, hogy tárgyaljon, akár órabérben is megállapíthatja az egyes területekre az ügyeleti díjat, és azt reméljük, hogy ez is ahhoz járul hozzá, hogy szinte mindenki aláírja, vagy legalábbis szorosan nagyon nagy többsége aláírja az új szerződést. Az első visszajelzések alapján egyébként komoly gondokat nem láttunk. Néhány helyen és néhány szakterületen vannak olyanok, akik még gondolkoznak az aláíráson, de összességében az egészségügyi ellátásra a jelenlegi helyzet semmilyen veszélyt nem jelent. Az ügyeleti kérdésekben egész biztos vagyok benne, hogy az Országos Kórház Főigazgatóság olyan javaslatot fog tenni, ami az orvosoknak is, az orvosi kamarának is elfogadható és megnyugtató, és egyébként pedig reméljük, hogy azok a tisztább viszonyok, amelyek sokak számára jobbak, jelentős fizetésemelés mellett sokan akár négyszer annyi fizetést is fognak kapni orvosként, mint korábban, azok a tisztább viszonyok, amelyek létrejönnek, sokaknak jók és keveseknek rosszak, azok a magyar egészségügy egészének a hatékonyabb működését fogják szolgálni. Ha belegondolunk abba, hogy mennyit beszéltünk az elmúlt, nem is 30, hanem a rendszerváltás előtt is, 35 évben, 40 évben arról, hogy a paraszolvencia milyen káros, és mégis a paraszolvencia nélkül az egészség összeomlana, akkor értékelni kell, hogy járványügyi felkészülés jegyében egy olyan nagy történelmi lépést tudtunk megtenni az orvoskamarával, tehát az orvosok hivatalos érdekképviseleti szervezetével összefogva, ami ezt a egyébként rendkívül káros jelenséget megszünteti az állami közgyógyellátásban. Szerintem ez egy nagy lépés, szerintem ezt értékelni kell, és bízunk abban, hogy ezt orvosok nagy többsége is így látja. Aki a tiszta viszonyokban érdekelt, és aki eddig is tiszta viszonyoknak megfelelően dolgozott, az szinte kivétel nélkül jól jár az új szabályozással. Megjelentek olyan hírek, hogy hamarosan magánorvosi intézményekben is lehet adni koronavírus elleni oltást Magyarországon pénzért. Erről mi miniszter úr véleménye? Ez teljesen kizárt, tehát a magyar államnak van oltási programja, mi szerzünk be oltóanyagot, és ennek megfelelően is oltunk. Nem is fog kiadni a Nemzeti Népegészségi Központ semmi másra engedélyt, hogyha ma Magyarország területén oltóanyag lenne szabadon, akkor azt az állam azonnal lefoglalná, ugyanúgy egyébként ezt más államok is teszik. Miniszter úr mit mond Karácsony Gergelynek, ha találkoznak? Megadja a kormány a teljes körű kompenzációt Budapestnek a kieső iparűzési adó után? Az ellenzéki polgármesterek is az Alkotmánybíróság határozatára hivatkozva teljes kompenzációt akarnak. Az Alkotmánybíróság múlt heti döntése, ami egyébként egy fontos vitában a kormánynak adott igazat, nem újszerű, tehát amire a főpolgármester is és más polgármesterek is hivatkoznak az Alkotmánybíróság indokolásából, az hosszú ideje így van, és valóban a magyar alkotmány biztosítja azt, hogyha egy önkormányzat közfeladatot lát el, akkor az ehhez szükséges finanszírozást meg kell kapnia. Ezt a kormány mindig is így gondolta, de a jelenlegi vita az nem erről szól. A jelenlegi vita nem közfeladatellátás együtt járó normatíváról szól, hanem arról, hogy jobb, hogyha az iparűzési adó egy része a kis és közepes vállalkozásoknál marad, vagy pedig az a jobb, hogyha ez önkormányzatoknál van. És mi úgy gondoljuk, hogy természetesen nem vitatva, hogy mindenhonnan hiányozhat minden fillér, de ma az az érdekünk, és akkor tudunk munkahelyeket megvédeni, és létező munkahelyek, vagy új munkahelyeket pedig létrehozni, hogyha ezt a pénzt, vagy ezeket a pénzeket a vállalkozásoknál hagyjuk, és minél több pénzt juttatunk a vállalkozásoknak. És az önkormányzatoknak is, nem vitatva, hogy természetesen az ő helyzetük is nehéz, ahogy a magyar állam helyzete is nehéz, és ahogy a központi költségvetés a koronavírus járvány miatt jelentős bevételektől esett el, az idei évben kevesebből kell gazdálkodni. De a kormány arra készen áll, hogy tárgyaljon az önkormányzatokkal, és ott, ahol segíteni tudunk, ott, ahol működési nehézségek vannak,
ott hajlandóak vagyunk támogatást nyújtani. De azt viszont szeretnénk, hogyha a felelősségvállalás kölcsönös lenne, tehát azok az önkormányzatok, amelyek kifejezetten gazdagok, ahol egyébként több milliárd forint áll az önkormányzat számláján, azok tekintettel lennének az ország egészének helyzetére, és az idei évben akár tartalékok felélésével is, de megoldanák a költségvetést. Pont azért képeztek az önkormányzatok tartalékokat, legtöbb esetben egyébként 2019-ig, akár még egy korábbi polgármester vagy polgármesteri vezetés éppen azért képzett tartalékokat, hogy rendkívüli helyzetekben azt fel lehessen használni. Most ilyen rendkívüli helyzet van. Úgyhogy az önkormányzatokat partnernek tekintjük, tárgyalunk velük, főpolgármesterrel is, a kerületi polgármesterekkel is, de ez nem változtat azon, hogy a kormány úgy gondolja, hogy ez egy határozottan jó döntés volt, hogy most ebben a helyzetben a lehető legtöbb pénzt kell a vállalkozásoknál hagyni, és egy budapesti vagy pécsi polgármesternek sem lehet elnére, hogy a budapesti vagy pécsi vállalkozóknál legyen a pénz, akkor már egyetlen egy fillért sem vont el ebből, hanem ott hagyta a vállalkozásoknál. RTL Klub kérdése következik. Január 27-én a Sputnik vakcina kapcsán az OGI ezt közölte. A vakcináknak át kell esni a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálatán, amely körülbelül 3 hetet vesz igénybe. Az oltóanyag csak abban az esetben használható fel, ha a vizsgálat eredménye alapján megfelelő minőségű. Annak érdekében, hogy minden beérkező vakcinaszállítmány minősége biztosított legyen, az NNK minden gyártási tételt külön ellenőriz majd. Ugyanez vonatkozik a Sinopharm vakcinára? Ha múlt kedden érkeztek a vakcinák, akkor hogyan volt idő a laborvizsgálatokra 8 nap alatt? Szeretném jelezni, hogy kínai vakcinából már korábban is minta állt rendelkezésre. Ezt éppen azért szereztük, hogy korábban megkezdhesse az NNK vizsgálatokat. Szerintem az első mintaanyag és az engedélyezés között 3 hétnél is jóval több idő telt el. Emlékezetem szerint 1 hónapnál is jóval több idő telt el. De természetesen mindig a konkrétan beérkezett anyagot is, tehát oltóanyagokat is megvizsgálja az NNK, de csak ez a vizsgálat, ez rövidebb időt vesz igénybe, ha egyébként ugyanez az oltóanyag korábban már rendelkezésre állt, tehát ennek megfelelően történt meg alapos vizsgálat után az engedélyezés, összhangban a korábban elmondottakkal. Magyar Hírlap kérdései következnek. Azt mutatják a számok, erősödik a migrációs nyomás a déli határszakaszon, s ez a tavasz beköszöntével a korábbi évek trendjeihez idomulva emelkedni fog. Miként készül erre a kormány? Várható-e létszám bővítés a határszakaszainkon? Szükséges határvédelmi erőket a kormány eddig is biztosította, és ezután is biztosítani fogja. Kétség kívül évek óta hasonló migrációs nyomással nem szembesültünk. Ezek a számok, koronavírus járvány közepette talán fel sem tűnik, de már-már a 2015-ös rendkívüli migrációs válság helyzetet idézik, és reméljük, hogy nem vetítik előre, vagy nem vetítenek előre hasonló fejleményeket. A határvédelmet biztosítjuk, Magyarország határain illegálisan senki nem tud belépni, ha valakinek ez esetleg mégis sikerül, akkor természetesen a rendőrség azonnal őrizetbe veszi az illetőt. Ne felejtsük el, hogy korábban ennek érdekében a büntető törvénykönyvet is módosítottuk, és a tiltott jogellenes határátlépés az Magyarországon bűncselekménynek számít, ami kiutasítással is büntethető, tehát az illetőt ezt követően a magyar hatóságok bírósági döntéssel kiutasítják. Sajnos itt is az Európai Unióval van egy komoly vitánk. Az Európai Unió továbbra sem a hatékony és erős határvédelem, hanem a határmenedzsment, ahogy ők hívják, híve, ami azt jelenti, hogy át kell kísérni azokat, akik a határhoz érkeznek, és lehetőleg virággal kell fogadni őket. Mi ezt elfogadhatatlannak tartjuk, veszélyesnek tartjuk. Egyszer Európa 2015-ben ezt már megjárta, akkor még ellenfeleink is kénytelenek voltak elismerni, hogy nekünk volt igazunk, a magyar kormánynak és a magyar miniszterelnöknek volt igaza, kár lenne megismételni, különösen egy járványidőszakban a 2015-öshöz hasonló eseményeket. Úgyhogy az Európai Unióval tárgyalunk ugyan, de jól mutatja az ő hozzáállásukat a kérdéshez, hogy először a tranzitzónát találták jogellenesnek, az Európai Unió bírósága erről úgy döntött, és úgy találta a tranzitzónát jogellenesnek, hogy korábban az Emberi Jogok Európai Bírósága kifejezetten jogszerűnek találta ezt a megoldást, hiszen szerintünk nem lehet zártnak tekinteni egy olyan zónát, amit el lehet hagyni, csak nem Magyarország felé, hanem azon ország felé, ahonnan a menedékkérő érkezett.
És most pedig azt a szabályozásunkat támadja az Európai Unió, ami a tranzitzónák megszüntetése után, ami egy uniós bírósági döntés következtében volt elkerülhetetlen, a környező országok külképviseletein lehet benyújtani a menedékkérelmet. Ezt is az Európai Unió most megtámadta, védekezünk, mi más tudunk tenni, de jó lenne, hogyha csak a határokat ostromló migránsokkal szemben kellene védekezni, és nem az Európai Unióval szemben ugyanebben az ügyben. Ha valaki külföldön kapja meg a védőoltást, az a személy kitől, melyik szervezettől, melyik államtól kaphatja meg az oltási igazolást, illetve milyen oltásokat fogadnak el az oltási igazoláshoz? A védettségi igazolványt magyar hatóságoktól Magyarországon beoltott személy kaphat. Ha más országban is van ilyen, lesz ilyen, az Európai Unióban is folynak erről tárgyalások, akkor természetesen más ország is adhat ki védettségi igazolványt, és ott kaphatja ezt meg. Pesti srácok kérdése következik. Hol tartanak a nyomozások azokban az ügyekben, amelyekben felmerült, hogy jogtalanul az oltási tervet megkerülve oltottak be bizonyos személyeket? Az NVS korrupció elleni részlege, illetve más hatóságok hány esetben indítottak eljárást az oltási rend megszegése ügyében? Hisz György, László Imre, Falus Ferenc és a Pesti úti idős otthon ügyében mi a helyzet? Gyöngyösi polgármester esetében indult vizsgálat, aminek az eredményéről nem tudok, véletlenül még nem zárult le, de utána fogok nézni. Valóban az nem elfogadható, hogyha egy polgármester azok elé tülekedik, akik egyébként az oltási sorrendben megelőzik, és akik hála veszélyeztetettebbek, és elintézi hivatali hatalmával visszaélve, hogy előbb kaphasson oltást. A 11. kerületi polgármesterrel kapcsolatosan én megértőbb vagyok. Ha valaki 10 évig vezet egy egészségügyi intézményt, és ezt követően ott megkapja az oltást, ez nekem messze a tűrésküszöbön belül van, még akkor is, hogyha összességében talán mindenben az oltási sor ennek ez sem felel meg, de nálam ez messze a tűrés határon belül van. Heti TV kérdése jönnek. Az immár elhatározott 750 milliárd eurós helyreállítási alap létrehozását késleltetheti, ha a tagországok nem ratifikálják gyorsan az alapszerződés kapcsolódó részének módosítását. Eddig csak 7 parlament hagyta jóvá a változtatást, jegyezte meg az EB elnöke is. Mi az oka a késlekedésnek, ez mennyire és mennyibe fájhat a magyaroknak? Van egy világos megállapodás, tehát semmiben nem fájhat, hogyha a kérdésben használt terminológiát veszem át, hogy ha hatályba lép a megállapodás, akkor Magyarország az abban rögzített forrásokra jogosult. Ehhez 27 tagállam ratifikációja kell, 7 történt meg, 20 esetben még a ratifikáció várat magára, az igazságügy minisztérium az ügyura Magyarországon, és egyenlőre a minisztériumban készítik elő az ezzel kapcsolatos jogi szabályozást. A magyar külügyminiszter Izrael kapcsán azt mondta, az ENSZ emberi jogi tanácsának munkáját egyre több kritika éri, egyebek között a kezdeményezések és programok átpolitizáltsága miatt, pedig a tanács nem válhat olyan fórummá, amelyen folyamatosan megbélyegeznek bizonyos országokat. Mennyire hathatnak a szervezetekre ezek a szavak, tervezi a kormány, hogy más országokat, akár a V4-eket is bevonja egy közös nyilatkozatba? A kormány próbált több esetben is az Európai Unióban az ilyen elítélő nyilatkozatoknál olyan külön véleményt képviselni, ami világossá teszi, hogy részben az európainak nem kell minden világpolitikai konfliktusba beavatkozni, részben pedig Izraelnek az önvédelemhez való jogát azt el kell ismerni, és az nem vitás, hogy mondjuk az ENSZ-ben a mögöttünk hagyott több mint 70 évben nagyon kevés Izrael álláspontját erősítő határozatot hoztak, és nagyon sok olyat, ami Izrael álláspontjával szemben állt, ez egyszerűen a többségi elvből következik. Nekünk általánosságban az a véleményünk, hogy az Európai Unió a legjobban akkor teszi, hogyha partnereket keres Európán kívül.
És természetesen vannak olyan politikai események, fejlemények, történések, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, és nem is kell, de alapvetően arra kell törekedni, hogy minél több barátunk, partnerünk, gazdasági szövetségesünk legyen, és minél kevesebb ellenségünk. Az ENSZ emberi jogi tanácsának a tevékenysége az nehezen tekinthető az elmúlt évek alapján elfogulatlannak, nem csak Izrael vonatkozásában, hanem általánosságban is az ENSZ különböző szervei, ezen belül is az ENSZ emberi jogi tanácsa kifejezetten elfogult véleményeket, politikailag talán megalapozott, de jogilag megalapozatlan véleményeket szokott hozni, és miután egy jogi és nem egy politikai fórumról beszélünk, ezért ez hiba. Magyar Fórum kérdése következik. William Burns lett a CIA, a Központi Hírszerző Ügynökség új igazgatója, aki David Kornstein ősszel leköszönt budapesti nagykövetet azzal támadta, hogy nem az amerikai érdekeket képviselte Magyarországon, hanem a magyar kormány bűvkörébe esett azzal, hogy tökéletes partnernek nevezte Magyarország polgári szabadságjogokat csorbító vezetőjét, így az idézet. Mióta bevett szokás egy olyan NATO tagállam vezetőjét megalapozatlanul durva és igaztalan vádakkal illetni, akit éppen a diktatúra elleni fellépése tett világszerte ismerté. Bízunk benne, hogyha William Burns a CIA igazgatója lett, akkor már pontos információk is rendelkezésre állnak, hiszen amikor ezek a mondatok tőle elhangzottak, akkor még nem volt a CIA igazgatója, és így, hogy pontos információk birtokába jut, így nem fog hülyeségeket beszélni. Infostart kérdései következnek. A sok oltóanyag érkezésével felpöröghet a vakcinázás a következő napokban. Szó volt arról, hogy tömeges oltás esetén a szavazókörökben is berendeznek majd oltási pontokat. Lesz ilyen? Ja, szintén az egészségügyi szakemberek véleményére hagyatkoztunk, amikor elfogadtuk azt, hogy elsősorban az egészségügyi intézményeket érdemes igénybe venni az oltásokra, hiszen ott nagyon sok minden rendelkezésre áll, amelyet egy mondjuk választás céljára szolgáló helyiségben, általános iskolában nem tudunk biztosítani. Arról nem is beszélve, hogy általában a választásokat vasárnap olyan mindig vasárnap, de általában olyan közintézményekben bonyolítják le, amelyek hétközben működnek, tehát ott az oltás hétvégén lehetséges. Tehát ha olyan jó helyzetben lennénk, hogy egy nap alatt vagy két nap alatt beolthatnánk a teljes magyar lakosságot, vagy azt a részét, aki az oltást igényli, akkor lehet, hogy érdemes lenne ebben gondolkodni, de ma az egészségügyi ellátórendszeren belül képesek vagyunk hétvégi napokon, szombaton és vasárnap arra, hogy naponta 500 000 embert beoltsunk. Tehát egy hétvégén be tudunk oltani 1 millió embert. Miután a rendelkezésre álló vakcina mennyiség ehhez képest további bővítést nem tesz indokoltá, ezért az egészségügyi intézmények biztosítják az oltóhelyeket. Egy dologra viszont szeretném kérni azokat, akik a kormányinfót figyelik, hogy az elmúlt napokban ott, ahol hosszú sorok alakultak ki, ennek az oltásoknál, ennek leginkább az oka az volt, hogy aki az oltásra időpontot kap, érthető okokból, hiszen nyilván hónapok óta, vagy akár egy év óta erre vár, időben jelenik meg, de az időt azt úgy kell érteni, hogy akár 2-3 órával előtte is. És ez viszont nehezen kezelhetővé teszi a helyzetet, hiszen fél óránként szokták hívni azokat, akik egy adott csoporton belül oltásra kerülnek, és ezért olyan torlódások alakulnak ki, ami sem közegészségügyi vagy járványügyi szempontból nem kellemes, és a várakozás feltételeit is nyilván kényelmetlenné teszi. Tehát értjük, hogy mindenki pontosan érkezik, és az is, hogy óvatosságban még előbb is, de hogyha ez csak egy negyed órával vagy fél órával az időpont előtt van, és nem 2-3 órával, akkor a hasonló tumultuózus jelenetek elkerülhetőek. Ezért szeretnénk mindenkit kérni, hogy ne órákkal korábban érkezzen, mint ahogy az oltásra időpontot kapott. Egy hónap múlva óra átállítás, a kormány napirendjére kerül-e a nyári időszámítás eltörlésének ügye, illetve uniós kötelezettsége a döntés a kérdésben? Ez kivételesen egy olyan kérdés, ahol nem is kötelezettség, de annak van értelme, hogyha az Európai Unió hoz döntést. Nyilván, ha belegondolunk abba, hogy mondjuk Magyarország más döntést hoz, mint Ausztria, akkor a két szomszédos ország különböző időzónába kerül. Ez szerintem senkinek se érdeke. Úgyhogy, vagy legalábbis egy fél évre különböző időzónába kerül.
ez senkinek se érdeke, tehát jó lenne, hogyha összeurópai döntés születne. Tipikus példája annak, amikor egységes európai álláspont kialakítása az indokolt. Magyarország egyértelműen úgy gondolja, hogy ha nem tartjuk fenn a jelenlegi szabályokat, akkor a nyári időszámítás a jobb. Az M4 kérdései jönnek. Melyik önkormányzatokat, önkormányzati szövetségeket, szakmai szervezeteket, kamarát vontak be, vagy vonják be az önkormányzatokat érintő településrendezési eszközökkel összefüggő jogszabály tervezet módosításába? Hol tart az előkészítés, mikor lesz belőle végleges szöveges tervezet? Egyelőre egy szabályozási koncepció kialakítása zajlik, amiben a település tervezési jogkörei az önkormányzatoknak a legcsekélyebb mértékben sem sérülnek, és ebbe a folyamatba bevonjuk a Magyar Építészkamarát, a Magyar Építészkamara terület és településrendezési tagozatát, tájépítészek szövetségét, megyei önkormányzatok országos szövetségét, megyei jogú városok szövetségét, kisvárosok szövetségét, Balatonfejlesztési tanácsot és a Magyar Urbanisztikai Társaságot. Ezen kívül még egyes állami főépítészeket is. Szerintem ez konzultációnak kellene széleskörű. Modellszámítások alapján a harmadik hullám tetőzése hozhat-e magasabb esetszámokat a napi új fertőzések, elhalálozások, kórházi kezelésre szorulók tekintetében, mint amit az első két hullám esetében megtapasztaltunk? A harmadik hullám még nagyobb kockázatot jelent, mint az előző kettő, és lehet akár negyedik hullámra is számítani? Azt reméljük, hogy azért nem lesz negyedik hullám, mert az oltás védelmet fog addigra biztosítani. A különböző modellszámításokkal kapcsolatosan pedig azt tudom csak mondani, hogy ezek ugyan nem pontosan egyeznek, de mindegyik a fertőzések számának jelentős felfutását mutatja a következő hetekben. A kulcs az az, hogy az emberek kapcsolattartása az mennyire intenzív, ezért amennyire az emberek a saját társasági megjelenésüket, kapcsolataikat a következő hetekben mérsékelni tudják, ez praktikusnak látszik. Azt látni kell, hogy ma Magyarországon az a fertőzési szám, ami a továbbfertőzést mutatja, tehát egy beteg hány embert fertőz meg, az 1,2 fölött van valamivel, és akkor csökken a betegek száma, hogyha ez a szám 1 alatt van. Most pedig azt mutatják ezek a matematikai modellek, hogy akár megközelíthetjük a második hullám csúcsát is, de vannak ennél optimistább verziók is, tehát nehéz jósolni. Egyet mindenki egységesen mond, hogy jelentős, látható, kézzelfogható növekedés lesz a fertőzöttek számában, és ennél csekélyebb növekedés, de akár lehet a halottak számában is sajnos. Lassan kezdődik a 2022-es költségvetés tervezése? Kapott-e olyan iránymutatást a kormánytól a pénzügyminisztérium, hogy a jövő évi büdzsében az eddiginél több forrás jusson az egészségügyre, ezen belül is a járványhelyzet kezelésére, ideértve a megelőzést, valamint az ellátásokat, például kifejezetten a járványban érintettek számára fenntartott kórházi szárnyak üzemeltetését, szintén a 22-es költségvetéshez kapcsolódva, mik lesznek a prioritások a jövő évi büdzsében? Nem kérdés, hogy az egészségügy lényegesen több forrást fog kapni, hiszen hogyha belegondolunk abba, hogy január 1-jével további jelentős ápolói béremelés lesz, akkor ez több 10 milliárd forintot jelent, és ha emlékezetem szerint 70-80 milliárd forintot jelent az orvosi béremelés, pedig önmagában is több 100 milliárd forintot jelent, tehát ezeket a jövő évi költségvetés biztosítani fogja. A 2022-es költségvetés legnagyobb nyertese az egészségügy lesz. HVG kérdése jönnek. Ki és hogyan ellenőrzi majd, hogy egy orvos a törvény betartva nem kezeli ugyanazt a betegét az állami és a magánellátásban? Milyen következményekkel jár a törvény megszegése? Itt van egy egészségügyi szolgáltató tér, ez egy informatikai fejlesztés, amiben pontosan látszik az, hogy kit, milyen orvos, mikor és hol kezelt, függetlenül attól, hogy ez állami vagy magánellátás. Tehát ennek alapján teljes körű kontroll biztosítható, és miután a törvény tiltja, ezért ez törvénysértésnek minősül.
és a törvénysértésekkel együtt járó szankciót van maga után. Úgyhogy szerintem könnyen ellenőrizhető az, hogy valaki magánellátásban volt-e. Azt is szeretném egyértelmű tenni, hogy természetesen észszerűen és a jogalkotás törvény és az alkotmány szerint visszameges hatály ezeknek a szabályoknak nincs. Tehát attól, hogy valaki március 1-ig magánorvoshoz járt, attól ugyanez az orvoshoz járhat állami ellátásban március 1-ét követően. Az elválasztás március 1-ével történik meg, azt követően választjuk szét élesen a magán és közellátást, és azt követően áll fenn ez a tilalom. Elkezdték-e már utalni a bértámogatásokat, mikor kaphatja azt meg minden érintett? Mint jeleztem, elkezdtük utalni, és folyamatosan tudjuk utalni, tehát azt követően, hogy valaki az igényt bejelenti, azzal, hogy előre fizetésre álltunk át, és nem utólagos a fizetés, nagyon gyorsan, akár egy héten belül is megkapja a bértámogatást. A home office szabályozására és ösztönzésére a kormány korábban ígérte egy jogszabályt. Erről végül letettek? Nem, sőt, meg is hoztuk, el is fogadtuk ezt a jogszabályt. Ennek köszönhető, hogy a válsághelyzet vagy veszélyhelyzet időtartama alatt a munkatörvénykönyvének az előírásaitól eltérően is meg lehet állapodni a munkavállalóval a távmunkáról. Ezt teszi lehetővé az, hogy a munkavégzés helye is szabadon választható, és szintén elfogadtuk azt a szabályt, hogy a munkáltató hozzájárulhat a munkavállaló kiadásaihoz. A költség, ami a távmunkával együtt járó kiadás, ennek a költségtérítésnek a mértéke a mindenkori minimálbér 10%-a lehet, tehát mintegy 17 000 forint az, amiben külön ehhez a költséghez, a távmunka költségeihez havonta a munkáltató hozzájárulhat. Ugye el is fogadtuk ezt a törvényt. Az Inforádió kérdése jön, mivel indokolta Moszkva, hogy kevesebb vakcina érkezett Magyarországra? Egyelőre nem kellett indokolnia, mert februárra, márciusra és áprilisra vállalt szállítást, és még nincs vége februárnak. Február 22-én érkezett meg újabb 100 000 Sputnik oltóanyag. Azt reméljük, hogy február végéig az oroszok tudják teljesen, amit vállaltak, de azt jelezték, hogy ha minimális csúszás van, akkor márciusban ezt is be tudják hozni. Még nincs február vége, tehát egyelőre nem is beszélhetünk csúszásról, de nyilván a jelenlegi helyzetben, amikor naponta vannak hasonló bejelentések, emlékszünk a Pfizerre, most az AstraZeneca jelentette be ugyanezt, az az oltás biztos, ami már itt van Magyarország területén, sőt az a legbiztosabb, amit már be is adtunk. Az oroszok alapvetően tartani fogják a menetrendet, ha februárban van bármilyen mulasztás vagy csúszás, akkor azt március végéig teljes egészében pótolni fogják. Telex kérdései jönnek. Kósa Lajos és a Csengeri asszony esete tényleg ahhoz hasonlítható, mint amikor a piacon elhisszük a kofának, hogy jó minőségű az áru? Amikor, illetve mielőtt Kósa Lajos miniszter lett Orbán Viktornak, elmesélte a Csengeri asszonnyal közös ügyét? Nem szoktunk ilyen ügyekről beszélgetni, úgyhogy kétlem. Az ügy ismert volt az előző választási kampányban is, és azt tudom csak mondani, hogy egy bűncselekménynek sértettje Kósa Lajos. Nyilván a bűncselekmény az nem azonos azzal, mint hogyha a piacon a kofa veri át az illetőt, de ettől még nem vitatható az, hogy ő nem elkövetett valamit, hanem vele szemben követtek el valamit. Van-e arról információja a kormánynak, hogy a magyar védettségi igazolványt mely uniós országok, légitársaságok fogják elfogadni abban az esetben, ha azt egy uniós engedéllyel nem rendelkező vakcina alapján állítják ki? Nincs még egységes szabályozás, de ha lesz, akkor minden légitársaság az érdeke, hogy minél több utasa lehessen. Tehát nem zárom ki, hogy egy-két légitársaságnál politikai okok is játszhatnak ebben szerepet, de a légitársaságok egy része az, ami nyugati, másik része pedig ázsiai, ott akkor valószínűleg fordított szankciók fognak előállni, tehát a kérdés föltehető úgy is, hogy mindenki el fogja elfogadni a nyugati vakcinákat. Én szerintem az a praktikus, hogyha a vakcinából nem csinálunk politikai kérdést, éppen a német kancellár mondta az orosz vakcina kapcsán, hogy az orosz vakcina minden rendelkezésre álló adat szerint kiváló, és ezért nem szabad az orosz-európai együttműködés politikai dimenziójában elhelyezni.
hogyha ez így van, és szerintem is így van, akkor pedig az a jó, hogyha mindenki szakmai alapon minősíti a vakcinákat, és ezek a vakcinák akár keletről, akár nyugatról érkeztek Magyarországra, ezek bevizsgált jó, hatékony, a vírus ellen védelmet biztosító vakcinák. Miért nyithatnak újra a gyógyszolgáltatások a fürdőkben, ha semmi más nem nyit továbbra sem? Vagy éppenséggel más vendéglátóhelyek, rekreációs létesítmények és szolgáltatások újranyitására miért nincs lehetőség, ha a gyógyfürdőkére igen? Azért, mert az gyógyellátásnak minősül, a többi pedig nem minősül gyógyellátásnak, és ennek megfelelően szakmai vélemény alapján született döntés arról, hogy részlegesen március 16-ával lesznek gyógyfürdők, amik megnyitnak, de oda csak azok mehetnek, akik beutalóval rendelkeznek, és akik ezt gyógyellátás keretében teszik. Miután ez volt az orvos szakmai javaslat, azért a kormány ezt nem kívánta felülbírálni. A 444 kérdése jönnek. Milyen ütemben érkeznek a kínai szállítmányok, mennyi Sinopharm oltóanyagra számítanak márciusban, áprilisban, illetve májusban? Márciusban és áprilisban 500 000-re számítunk, hozzátéve, hogy egyébként februárban is ennyit kellett volna kapni, de a kínaiak 550 000-et küldtek, tehát 50 000-rel többet. És utána pedig májusban, tehát 2500 000 után, ami márciusban és áprilisban várható, májusban 3,5 millió vakcina fog érkezni. Mikor vizsgálták meg az OGI szakemberei a Szentpétervári oltóanyaggyárat? Csütörtökön fogják megkezdeni a vizsgálatot a gyárban, sőt még jövő héten egy másik gyártóhelyet is felkeresnek, hogyha onnan érkezik majd vakcina, akkor az is a megvizsgált és engedélyezett gyártóhelyek közé tartozom. Miniszter úr 2009-ben ellenzékből követelt, hogy hozzák nyilvánosságra a H1N1 vakcina szerződéseit, mert közérdekű adatnak minősülnek. Akkor most miért nem hozzák nyilvánosságra a Sputnik és a Sinopharm szerződéseit? Most is közérdekű adatnak minősülnek, és a kormány ezzel kapcsolatos szerződéseket nyilvánosságra fogja hozni. Ha bármit ebből nem hozunk nyilvánosságra, az csak üzletoknak köszönhető, de az egyes vakcinák ára az nem. Tehát az, mint állami költségvetésből kifizetett pénz, ezért az nem minősülhet közérdekű adatnak, úgyhogy a véleményem nem változott. Az, hogy mennyi idő alatt tesz eleget a közérdekű adat igénylési kérelemnek az illetékes hatóság, erre törvényi határidő áll rendelkezésre, azon belül kell eleget tenni. Melyik állami szerv minősül adatkezelőnek a vakcina szerződések esetében? Mindig az, amelyik a szerződést kötötte. Ön szerint mennyiben segíti az átláthatóságot, hogy közérdekű adatigényléssel kikértük az OGI-nél a Sinopharm vakcina engedélyét, de azt a választ kaptuk, hogy csak másfél hónap után kapjuk meg, mert ha határidőre elküldenék, az veszélyeztetni az intézet feladatainak az ellátását. Nem segíti a közbizalmat, hogy a kérdésben valóban állítás szerepel, miután a határidő az most másfél hónap. A Népszava kérdései következnek. Születette kormányrendelet az italcsomagolás visszaváltási rendszer részletszabályairól? Ha igen, akkor mely időponttól hol, mely italcsomagolás típusokat hány forintért lehet majd visszaváltani? Hogyha nem, akkor mikor várható a részletszabályok kidolgozása, illetve mikor várható a hulladék koncesziós pályázat kiírása és elbírálása? A kérdés első felét illeti, arra azt mondom, hogy nem tartunk még itt, éppen azért, mert a hulladék koncesziót kell először kiírni. Ez szerintem heteken vagy egy-két hónapon belül megtörténik, és hogyha a hulladék koncessziónak lesz nyertese, akkor ezt követően érdemes arról is dönteni, hogy az új rendszerben, ne felejtsük el, hogy a koncesszornak bőven van ideje, hiszen csak 2023. július 1-ével lép hatályba a koncessziós szerződés a törvény szerint. Ezt követően kell a további részletszabályokat elfogadni. Tavaly jelentették be, hogy a Fluart Kft. Révén megindulhat a magyar vakcinagyártás is az orosz technológiával. Ehhez képest az orosz nagykövetség kereskedelmi attaséja a 24 orosz televíziónak azt nyilatkozta, hogy a magyar cég azóta sem tudja átvenni az orosz technológiát, ezért késik a gyártás. Tud-e, tesz-e bármit a kormány az ügyben? Azért nem tudunk pillanatnyilag mit tenni, mert a magyar szakhatóságok munkatársai és a Fluart nevű cég szakemberei is megvizsgálták az orosz vakcinaállítás magyarországi lehetőségét, és egyre kapacitás hiány van. Azt tudni kell, hogy ez a Pilisborosi Jenői Fluart gyár nem csupán a magyar influenza elleni oltóanyagot állítja elő, hanem ebből az oltóanyagból nemzetközi
piacra is szállít, elsősorban a NATO-val van olyan szerződésük, aminek eleget kell, hogy tegyenek, és a jelenlegi szerződéses kötelezettségeik mellett, magyar, illetve nemzetközi szerződéses kötelezettségeik mellett nincs lehetőség arra, vagy kapacitás bővítés nélkül nincs lehetőség arra, hogy ez a gyár biztosítson lehetőséget az oroszországi vakcina magyarországi előállítására. Viszont a Debreceni Egyetem a kormány támogatásával éppen ezért fog létrehozni egy nemzeti oltóanyaggyárt, és nemzeti oltóanyaggyárat, és ennek a létesítéséről döntés született, és a beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket pedig kiemelt gyorsasággal intézzük, ezért is nyilvánítottuk ezt kiemelt beruházását. Tehát az a reményünk, hogyha ebben a gyárban, amit korábban terveztek, nem is valósulhat meg a vakcina előállítás, nagyon hamar Magyarország rendelkezésére fog állni olyan gyár, ahol ez a vakcina előállítás, vagy akár más vakcinának az előállítása, az megtörténhet. Az azonnali kérdésre következik. Szlovákia bajban van, északi szomszédunk vezeti a listát a lakosság arányos elhalálozások tekintetében. Magyarország is segítséget ajánlott fel, hogyan segítünk pontosan, orvosokkal, ápolókkal vagy eszközökkel? Eddig eszközökkel segítettünk, a Galántára, a Szent Lukács kórháznak lélegeztetőgépeket küldtünk, és folyamatos kapcsolatban vagyunk a szlovák társhatóságokkal, és amire igény van, és a magyar kormány a magyar emberek egészségügyi ellátásának biztosítása mellett képes, azt mind rendelkezésére bocsátjuk a szlovák barátainknak, akik kétségkívül nehéz helyzetben vannak, és a kórházi ellátás kapacitásaik határán van. Ezzel a mai kormányinfó végére értünk. Köszönjük szépen a figyelmet. Viszontlátásra. Köszönjük, viszontlátásra.